Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnafej televízió híradóját látják. Tamis Ákos vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Gázágyú használat, rendszeresek a panaszok a hanghatások miatt. Figyelmetlenek az életükkel játszanak, hiába kötelező minden esetben körülnézni a vasúti átjárókban, rengeteg a baleset. Írtani kell a parlagfüvet, több milliós bírságra is számíthatnak a szabályszegők. Megpest Gyula a város, színes programok várják az érdeklődőket a Retro Majálison. A tavasz beköszöntével évről évre visszatérő problémát okoz a gazdák számára az elvetett magok és palánták védelme. A különféle állat és vadriasztó közül többen gázágyút használnak, és az utóbbi időben ebből egyre többet belterületeken is felállítanak. Ez olyan hanghatással jár, ami zavaró és bosszantó lehet a közelben lakók számára. Hatalmas durranás hallatszik, amikor a propánbután palackkal működő gázágyú elsül. A rémületen kívül nem tud más bajt okozni a vadaknak. A haszna viszont hatalmas. Az utcemberét kérdeztük arról, hogy mennyire hallható a környező termőföldeken és szőlősökben használt madár és vadriasztó berendezések működése. Hát zavaró, mindenféleképpen zavaró. Megzavarja a nyugalmat, nem lehet aludni. Én elég eldugva lakok a várostól, de ott is halljuk porkolá a bölgyben, úgyhogy semmiképp se jó. Azonban nem mindenkit zavar a használatuk. De egyáltalán nem hangosak. Hát én fönt a hegyen nem hallom. Hát néha imitam ott, de nem biztos, hogy az attól van. Úgyhogy egyáltalán nem hallatszik. Hát én fönt lakok a hegyen. A hangok fölfele jönnek, és mégse hallom. A vaddisznók minden évben több milliárd forint kárt okoznak a szántókon. Ellenük pedig szakértők szerint ez a hangos eszköz a legalkalmasabb. Használatára általában 3-4 hétig van szükség, amíg a fiatal növények el nem érik azt az állapotot, amikor a vadállatok már nem tudnak bennük kárt tenni. Vendéged itt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke elmondta, minden gazda próbálja megvédeni a terményét. Kerítéssel teljesen körbevenni azonban nem lehet valamennyi földterületet, ilyen esetekben keresnek más megoldást a földtulajdonosok. A vadászati törvény egyértelműen kimondja, hogy a mezőgazdasági termelőknek mindent meg kell tenni a vadkár elkerülése, vagy a vadkárok csökkentése érdekében. Ezért, hogyha egy mezőgazdasági termelő például gázágyút használ, az azt jelenti, hogy a törvényi kötelezettségének tesz eleget. Hozzátette, a gazdaságokban egyre több helyen előfordulnak gázriasztó készülékek. Gyümölcsösök, erdészetek, veteményesek, állattartó telepek és halastavak üzemeltetői is használják ezeket a vadriasztó berendezéseket. Természetesen a védekezéskor a lakosság érdekeire is tekintettel kell lenni, tehát javasolt inkább a gázágyúkat lakott területtől távolabb használni, vagy pedig más védekezési módszert alkalmazni, ami tulajdonképpen nem egyszerű, mert egyik módszer sem ad 100%-os védelmet a vadak ellen, és hát nem keríthetjük magunkat körbe mindenhol kerítéssel. Belterületen kihelyezett gázágyú használata miatt birtokvédelem sérelmével a helyjegyzőt lehet felkeresni, aki indokolt esetben szabályozhatja a készülék üzemeltetési idejét, valamint hangfrekvenciáját. Oroszország bejelentette, hogy mivel Bulgária és Lengyelország nem teljesítette a rubelben való fizetésre irányuló kérésüket, ezért leállították a földgázszállítást ebben a két európai országban. A Magyarországra érkező földgáz egy jelentős része, évi 3,5 milliárd köbméter, vagyis napi nagyjából 10 millió köbméter a déli útvonalon, tehát Bulgárián keresztül jut el hazánkba. Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter szerda hajnalban a Facebookra feltöltött videójában arról beszélt, hogy ennek ellenére továbbra is zavartalan Magyarország gázellátása. A Gazprom tájékoztatása szerint a tranzit, tehát a Bulgárián keresztüli szállítás akár Szerbia, akár Magyarország irányába, ettől független, a Gazprom más-más bulgár céggel áll szerződésben a Bulgáriának szánt mennyiségek szállítása tekintetében, illetve a tranzit szállítás tekintetében. A magyar földgázszállító ZRT tájékoztatása szerint is Kiskun-Dorozsmánál a szerződés és a tervek szerint történik a gázszállítás Magyarország irányába, tehát szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a Bulgáriának szánt gázmennyiség lennem szállítása, az nem jelenti a Bulgárián keresztüli tranzit leállítását.
2220 új koronavírus megbetegedést igazoltak kedden idehaza. Ezzel a járvány kezdet óta összesen 1.897.897 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 29 többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 46.162 főre emelkedett. 1451 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 38-an vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében 55 újabb fertőzöttet regisztráltak kedden, ezzel a járvány kezdet óta 40.070-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Egyre többen hagyják figyelmen kívül a vasúti átjáró tilos jelzését, pedig az ilyenkor bekövetkező balesetekben a gyalogosoknak és a járművezetőknek gyakorlatilag nincs esélyük. Idén szinte minden hétre jut legalább egy ilyen tragédia idehaza. Simontornyán néhány hónapja brutális jelenetet rögzített egy biztonsági kamera. A képeken jól látszik, hogy a teherautó sofőrje akkor sem állt meg az átjáróban, amikor már biztosan hallani lehetett, hogy jött a vonat 2020 nyarán Simontornyán. A férfi szerencséje az volt, hogy lassan haladt át a sineken, így nem a kocsi oldalát kapta el a szerelvény, és nem lett tragédia balesetből. Néhány nappal később ugyanott készült ez a felvétel. Piros karika jelöli a szabálytalanul közlekedő terepjárót. Először áttöri a sorompót, majd rákanyarodik a sinekre, és elindul azokon. De szinte azonnal le is tért. Ekkor jelenik meg a hatalmas sebességgel elhúzó vonat. Csak egy pillanaton múlt, hogy nem történt tragédia. Simontornyán mindkét esetben jól működött a jelzőlámpa. A sofőrök mégsem törődtek azzal. 2022-ben idehaza, április 11-ig már 32 vasúti átjárós baleset történt a kressz megszegése vagy figyelmetlenség miatt, ezek során 16-an meghaltak. Ez hatalmas szám úgy, hogy még az év első 4 hónapján vagyunk túl. Évente körülbelül 16-17-en szoktak, fordult 17 alkalommal fordult elő az elmúlt években halálos útátjárós baleset. A rendőrség szóvivője azt mondja, a kressz is kimondja, hogy vasúti átjárón csak úgy lehet keresztül hajtani, ha a sofőr előtte körülnéz, jön-e vonat, hiába működik a lámpa. Abban az esetben, hogyha működik a vasúti átjáróban a prizma, ez fehéren villog, ez nem jelenti azt, hogy nem fog közeledni vasút, hiszen előfordulhat, hogy ilyenkor is valami meghibásodás történik, és a vonat ennek ellenére a vasúti átjáró felé közeledik. Ilyenkor is mindig óvatosan közelítsük meg a vasúti átjárót, és csak akkor hajtsunk át, hogyha meggyőződtünk arról, hogy nem érkezik járműszerelvény. A vasúti átjárón tehát úgy átmenni, hogy előtte nem lassít le a sofőr és nem néz körül, szabálysértés. Ha pedig baleset is történik, akkor akár évekre börtönbe kerülhet a figyelmetlen autós. Minden évben április 4. szerdáján ünnepeljük a Vakvezető Kutyák Világnapját. Ezek a különleges tudású ebek sok mindenben segítik gazdáikat. A biztonságos és gyors közlekedésben, a társadalmi beilleszkedésben nyújtanak folyamatos támogatást a látássérülteknek. A vakokat vezető kutyák létezését bizonyító első emlék időszámításunk szerinti 79-ből származik. A pompei ásatások során találtak a vakok segítésére használt vezető kutyákat ábrázoló festményeket. A vakvezető kutyák intézményesített kiképzése az 1900-as évek elején kezdődött meg Magyarországon. Hivatalosan 1979 óta zajlik ilyen képzés. A vakvezető kutyák világnapjának célja, hogy elősegítse a komoly munka ismertségét és elismertségét. A munkának és a szakmunkának van jövője Magyarországon, aminek van tudása és szakmája, illetve kellő bátorsága, hogy mindezt felhasználja, annak nincs mitől tartania a nehezebb időkben sem. Hangsúlyozta a miniszterelnök a 15. Szakmasztár Fesztivál megnyitóján Budapesten. Orbán Viktor az eseményen elmondta, az elmúlt időszakban kiterjesztették a duális képzést, életszerűbbé tették a képzési formákat, létrehozták a szakképzési centrumokat és a szakmunkás hallgatók ösztöndíj rendszerét, valamint komoly lépéseket tettek a digitalizáció irányába is. A kormány pedig ingyenesen biztosítja az első két szakma vagy szakképesítés megszerzését. Mindezeknek köszönhetően már a 250 ezeren tanulnak szakképzésben Magyarországon, és az is látszik, hogy egyre nagyobb a kereslet a képzett szakmunkásokra. A vállalkozói pálya is egyre népszerűbb és egyre jövedelmezőbb, mondta a kormányfő. Bár még nem indult el a szezon, érdemes mielőbb felkészülni a parlagfű kiirtására. A gyomnövény elleni védekezés ugyanis nem csak az allergia, hanem az anyagi szempontok miatt is fontos. A parlagfűmentes állapotot a vegetáció végéig fenn kell tartani. Amennyiben ez nem történik meg, akár 5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak a földtulajdonosokra.
A földtulajdonosoknak jogszabályban előírt kötelezettségük, hogy a parlagfű virágbimbójának kialakulását megelőzzék. A felderítésekben két hatóság vesz részt, külterületen a megyei kormányhivatalok munkatársai járnak el, továbbá, ha valaki belterületen lát parlagfüvet, akkor az adott település jegyzőihez fordulhat. Tavaly a Tolna megyei kormányhivatal földhivatali főosztályának kollégái mintegy 48 esetben találtak ilyen gyomnövényt. Az érintett ingatlanok száma az nagyobb, az 78 volt, és ez ugye átkerült a növény- és talajvédelmi hatósághoz, akik 63 esetben rendeltek el közérdekű védekezést, ami azt jelenti, hogy ugye felszólítják a földhasználót, hogy vagy tegyen eleget a mentesítésnek, ha nem tesz eleget, akkor ezt vállalkozóval végeztetik el, tehát a kaszáltatást, a mentesítést, és hozzávetőlegesen 1.500.000 forint fölött volt a kiszabott bírságoknak a mennyisége. A szakember azt mondja, a jogszabály értelmében a vegetáció végéig fenn kell tartani a parlagfűmentes állapotot. Ha ez nem történik meg, 15.000-től 5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak a földtulajdonosokra. Bejelentést bárki tehet interneten, akár mobiltelefonról, az online parlagfű bejelentő rendszeren keresztül. Általában olyan júniustól kezdjük kampányszerűen a felderítéseket, ez általában a határszemle ellenőrzésekkel szokott egybeesni, viszont azt elmondható, hogyha valaki attól függetlenül parlagfűvet észel, a bejelentést megteheti, a kampányszerű ellenőrzéseken kívül is azért van lehetőség az eljárást megindítani. Ugye ez egy egész éves kötelezettség. Az még érdekes, hogy korábban július 1-jéig kellett ezt az állapotot kialakítani, hogy ne legyen parlagfű a területen, ezt azóta eltörölték. A parlagfű írtását ajánlatos időben elvégezni, ezt meg lehet tenni kaszálással, azonban ekkora megmaradó tövekről újra nő a virág. Van vegyszeres eljárás is, de a legegyszerűbb megfogni és gyökerestül kitépni a gazt. Ilyenkor viszont ajánlatos kesztyűt húzni, hiszen vannak, akik már a parlag fű érintésére is érzékenyek. Újra megpesdül az élet Szekszárdon. A hétvégén a Tánc Világnapja, a Szekszárdi Néptáncfesztivál, valamint a retrómajális rendezvény sorozata várja az érdeklődőket. Bellinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója az események sajtótájékoztatóján arról beszélt, számos civil szervezet települ majd ki a Prometheus Parkba, ahol a régi idők majálisainak hangulatát szeretnék megidézni. A járvány okozta hosszú kihagyás után ebben az évben arra számítunk, hogy minden tervezett rendezvényünket a korábban megszokott méretben és minőségben tudjuk majd lebonyolítani. Mondta a legutóbb a Babits Kulturális Központ partner találkozóján Berlinger Attila igazgató. Nos, a most következő hétvége az első jele lesz ennek a folyamatnak, hiszen a Táncvilágnapja, a Szekszárdi Néptáncfesztivál és a kétnapos retrómajális változatos programokat kínál. Számos civil egyesület jelentkezett azzal a szándékkal, hogy ők is örömmel kitelepülnek a Prometheus Parkba, és hozzájárulnak ehhez a retro hangulathoz, tehát hagyományos játékok, népi fajátékok és a régi idők programjait megelevenítő eseményekkel készülnek, főzőversennyel, kézműves programokkal, helyi termelők bemutatkozásával, és hát a koncertek maguk is egy kicsit ezt a hangulatot idézik. A hétvégének első programja a pénteki táncvilágnapi esemény lesz, melyben a latin táncokkal ismerkedhetnek az érdeklődők délután és este a Béla téren. Eközben közel 500 táncos részvételével 4 év után ismét megrendezésre kerül a nagymúltú 1968 óta létező Szekszárdi Néptáncfesztivál. 12 együttes jön, az ország legmagasabb minősítésű együttesei. Évtizedek során ez a fesztivál egyre magasabb minőséget hozott. Ez mindig az együttesek, akik ide érkeznek, azok határozzák meg a fesztivál minőségét természetesen, és nagyon szépen kialakult, hogy a kiválóan minősült együttesek érkeznek ide. A sajtótájékoztatón Berlinger Attila arról is szót ejtett, a tavasz változatos és programokkal teli időszak lesz Szekszárdon. Így lassan kialakul a május végi gyereknap végleges programja, de a pünkösdi hal és vadünnep is sztárfellépőkkel tűzdelt napokat hoz majd. A részletes programok megtalálhatók a Babits Kulturális Központ honlapján és műsorfüzetében. Regionális hírekkel folytatjuk a híradót. Fizesse meg a polgármester a perköltséget, felszólította Péter Fiatillát Vice Csilla. Nyomtatókkal segítik a fogorvos képzés Pécsen, 16 millióba kerültek a 3D-s eszközök. Vasárnap anyák napja, sokféleképpen készülnek rá a pécsiek.
441 ezer forint, ezt az összeget állapította meg a pécsi ítélőtábla, mint per költség Péter Fiatila és Vice Csilla ügyének lezárta után. Mint arról korábban beszámoltunk, Pécs polgármestere jó hírneve megsértése miatt perelte be a Civilek a meccsekért mozgalom szóvivőjét. A másodfokú bíróság azonban megállapította, hogy Vice Csilla nem tett ilyet, így Péter Fi pervesztes lett, a felmerült költségeket pedig neki kell megfizetni. Az Alperes és ügyvédje akarata szerint az egyik pécsi leukémiás gyermekekért létrejött alapítvány részére kell elutalnia a városvezetőnek az összeget. Korábbi felvételek arról a perről, amelyet Pécs polgármestere indított a Civilek a meccsekért mozgalom szóvivője ellen. Péter Fiatila azzal vádolta Vice Csillát, hogy megsértette jó hírnevét 2019-es kijelentésével, miszerint a pécsi hőerőmű vezérigazgatójaként körülbelül 3 millió tonna fát égetett el a hőerőmű kazánjaiban. Az elmúlt években lezajlott 10 tárgyalás után a pécsi ítélőtábla kimondta, Vice Csilla nem állított valótlant, egy erőteljes kritikát fogalmazott meg, amit Péter Fiatillának, aki 2019 nyarán polgármester jelölt volt, tűrnie kell. Csupán véleménynyilvánítási szabadságjogommal éltem, amikor az ő szakmai múltjára nyilatkoztam, hogy igenis a Pannon Power igazgatójaként több millió fát, tonna fát égettek el. Így a megalapozott ítéletet a pécsi ítélőtábla is helyben hagyta. Ezáltal Péter Fiatila pervesztes lett, a pervesztes fél perköltség viselésére köteles, amely összeget Halmos Péter ügyvédemmel együtt a Tőlősi Péter alapítvány javára kívánjuk felajánlani. Ezért a Civilek a meccsekért mozgalom szóvivője április 22-én arra szólította fel a polgármestert, hogy fizesse be a perköltséget. Ez az összeg egyébként 441 ezer forint, amit a leukémiás és tumoros megbetegedésű gyermekek gyógyításáért létrehozott alapítvány javára ajánlott fel Vice Csilla. A per végén ugyanis erre tett ígéretet a szóvivő és ügyvédje. Mivel az ítélet jogerős, ezért felkérték Péter Fiatillát, hogy mielőbb teljesítse az átutalást. Két korszerű háromdimenziós nyomtatóval lett gazdagabb a Pécsi Tudományegyetem 3D nyomtatási és vizualizációs központja. Az új nyomtatók folyékony műgyantát szilárdítanak meg lézerfény segítségével, ami az egyik leginkább költséghatékony és legmodernebb eljárás a 3D-s nyomtatók világában. Az új eszközökkel többek között fogíny modelleket, fogászati, sebészeti, fúrósablonokat, koronákat és hidakat, valamint fogszabályzó és harapás emelő síneket is tudnak készíteni, ezzel is támogatva a PTN zajló fogorvos képzést. A szakemberek szerint néhány éven belül már közvetlen a gyógyításban használnak majd nyomtatókat a fogorvosok. Így néz ki a monitoron az az állkapocs, amit ezekkel a nyomtatókkal lehet előállítani. A két 3D-s nyomtató egyelőre oktatási célokat szolgál, mondja a Pécsi Egyetem munkatársa. A beépíthető biokompatibilis fogak, illetve lágyrészek, azok még messzebb állnak tőlünk. Ezekkel a nyomtatókkal inkább olyan fogászati modellek készíthetők, amiken orvostanhallgatók vagy fogorvosok gyakorolhatják, illetve elkészíthetik az eseteket. Széles az a nyomtatási paletta, amivel segíthetnek az oktatásban a most érkezett szerkezetek. Tudunk nyomtatni fogászati fúrósablonokat, különböző harapásemelő síneket, fogszabályozó síneket, ideiglenes koronákat, hidakat, inléjeket, onléjeket. Vannak olyan anyagok, amikkel tudunk nyomtatni fogászati, fogtechnikai modelleket, fogszabályozási modelleket, egyéni kanalakat, valamint fogsor alapokat. Simon Imre azt mondja, néhány éven belül közvetlenül a gyógyításban is használhatók lesznek a nyomtatók a fogorvosok rendelőjében. Közeljövőben várható egy ilyen áttörés a fogászatban, hogy egyből a fogorvosi rendelőben tudjanak nyomtatni kész végleges koronákat és hidakat. A szakember szerint ez az idő 5 éven belül eljöhet, olyan gyorsan fejlődik ez a technológia. A most beszerzett két darab fogászati területen használható 3D-s nyomtató 16 millió forintba került. A diákoknak is kell személyi jövedelemadó bevallást benyújtani, hívta fel a figyelmet a NAV baranyai sajtóreferense. Ballai Krisztina elmondta, hogy az adóköteles jövedelemről az adóhivatal készít tervezetet, a munkáltatók adatszolgáltatása alapján. A tanulók saját maguk is elkészítették bevallásukat az ESZIA felületen május 20-áig, a benyújtást követően pedig rendelkezhetnek adójuk 1+1%-áról is.
már csak alig egy hónap van hátra az SZIA bevallás benyújtásának határidejéig, erre a dolgozó diákoknak is érdemes odafigyelni. Ugyanis amennyiben a tanulók nyári munkát végeztek, vagy a teljes tanévben dolgoztak 2021-ben és adóköteles jövedelmet szereztek, akkor SZIA bevallást kell készíteniük május 20-áig. A kifizetők munkáltatók adatszolgáltatása alapján a NAV készít bevallási tervezetet. A dokumentum tartalmazza a jövedelem és a levont adó összegét, illetve azokat a kedvezményeket, amelyeket a nyilatkozat alapján már évközben érvényesített a diák. Hogyha a diáknak van ügyfélkapus elérési lehetősége, ez a legegyszerűbb mód, akkor akár a hivatal honlapjáról, az ESZIA felületről meg tudja tekinteni a bevallási tervezetét, és szükség esetén ki tudja egészíteni, módosítani tudja, illetve hogyha nem felelnek meg az adatok, vagy nem így szeretné teljesíteni, akkor önállóan is tud bevallást benyújtani. Az érintetteknek ki kell egészíteniük a tervezetet, amennyiben nem szerepel a dokumentumban minden adóköteles jövedelem, vagy olyan kedvezményt érvényesítenek, amelyet évközben nem tettek meg. A kiegészítéseket pedig véglegesíteni kell és jóvá kell hagyni, csak ezután küldhető be a bevallás. Hogyha a diák nem érti a bevallási tervezetnek a működését, akkor bármelyik ügyfélszolgálaton, akár személyesen is segítséget tud kérni, viszont azt javasoljuk ehhez, hogy akkor az összes alapdokumentumot össze kell szedni, és úgy kell bemenni az ügyfélszolgálatra, és ott a kollégák tudnak segíteni a bevallási tervezetnek a módosításában. A tervezetek ellenőrzése, esetleges módosítása vagy kiegészítése akár mobiltelefonról is végezhető az adóhivatal ESZIA felületén. A diákok itt rendelkezhetnek adójuk 1+1%-áról is. Közel 100 éve ünnepeljük hazánkban az édesanyákat, óvodai, iskolai rendezvényeken, vagy csak csendben otthon egy szál virággal. Stábunk Pécset kérdezte a járókelőket, hogy milyen ajándékokkal készülnek. Gyönyörűen mutatnak a tulipánok a pécsi Széchenyi téren. Innen természetesen nem szabad virágot szedni, de az általunk megkérdezett virágkötők szerint ez most a legkelendőbb szálas virág. Magyarországon 1925 óta ünnepeljük az édesanyákat. Ezen a hét hétvégén fordul át a naptár, így május 1-ére esik. Nincs addig sok idő, érdemes most bejelentkezni a virágboltokhoz, ha valami komolyabb csokrot szeretnének készítetni. Megkérdeztük a belvárosban sétáló fiatalokat, hogy ők mivel lepik meg édesanyjukat. Cserepes virágot szeretnék neki venni. Azt szeretik? Igen, nagyon sok reményünk van otthon. Nem, még kitalálom. Még kitalálod? És valamit rajzolsz neki? Igen. Mi? Virágos rétet. Virágos rétet, és mi lesz még rajta? Virág. Ez anyukám Németországban van, úgyhogy nem tudok. És hogy fogod felköszönteni? Felhívom. Én szerintem verssel készülök neki. Egyébként. Máson, maximum még egy virággal, hogyha úgy van. És te? Én egy virággal és valami szép kis nyaklánccal. A virág és ajándékboltok már felkészültek arra, hogy a pénteki ballagások után vasárnap is csokrokért érkeznek majd a vásárlók. Élő rózsából és tulipánból kötik ilyenkor a legtöbbet, de egyre inkább választják a tartós, napokig vagy akár két hétig is szép látványt adó boxokat. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Gázágyú használat, rendszeresek a panaszok a hanghatások miatt. Figyelmetlenek az életükkel játszanak, hiába kötelező minden esetben körülnézni a vasúti átjárókban, rengeteg a baleset. Írtani kell a parlagfüvet, több milliós bírságra is számíthatnak a szabályszegők. Megpesdül a város, színes programok várják az érdeklődőket a Retro Majálison. Csütörtökön csökkenő felhőzet mellett délelőtt még változóan felhős idő a valószínűbb elszórtan záporokkal, délután várhatóan már a napsütés kerül túlsúlyba. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor ezt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!